Sziasztok! Úgy hallottam, hogy csöngettek. Nem szoktak ide csak úgy becsöngetni, csak a UPS, ugye, a csomagküldőszolgálatok, posta, ez az amaz. Úgyhogy van egy sejtésem, hogy mi érkezett ma. Ez pedig... Na nézzük, mi lesz. Két csomag érkezett. Két csomag érkezett. Jó van, most már elárulom. Tudom én, hogy mi érkezett. Ez DJI legújabb drónja, Mavic Pro. Úgyhogy most erről készülni fog. Egy unboxing. Csodott doboz. Jól indul a mutatvány, mi? Szóval egy kis csúszással a DJI elküldte, milyen nap van ma, hányadika van ma. December 8-a, csütörtök, DJI elküldte a Mavic Pro-t. Nézzük, mi érkezett a kis dobozba. A kis dobozban. Érkezett egy ilyen adapter, ezt külön rendeltem hozzá. Hát továbbra is ugye DJI tartja a jó kis igényes csomagolását. Ezt az adaptert én most így kicibálom innen. És akkor két USB kimenet van rajta, és rá tudom dugni a telefon. Ez a gimbal védő cucc. Egy ilyen kis gumi védővel. Ez kerül majd oda az elejére. Ezt is külön rendeltem. Ezek ilyen a tartozékok ugye a ennek a Mavic Pro-nak a ugye mindenféle tartozéka már a weboldalon fent van ugye. Accessories A kategóriában. Na mindegy, ezt most vissza is csomagoltam. Oké. Akkor lássuk. Honnan nézzük? Na, szóval a listázott dologban itt van a Intelligent Flight Battery, intelligens akkumulátor. Súlya az nagyon könnyű, tehát most mit tudom én kibontom, mert úgyis kibontom. És láthassátok az eredeti méretet. Azt hiszem, hogy ma megyek repülni, kicsit borús az idő, de ezek kimenekítések a dobozokból. Na jó. Tétem szét. Úgyis ez az akkumulátoros doboz nem kell. Nem tudom miért nem jön ki belőle. Itt van. Nagyon extrán be van csomagolva. Így néz ki a játék. Gondolom ugyanúgy kapcsolódik ki be, így kapcsoljuk be, mint a Phantomét. Ekkora az egész mutatvány. Hát körülbelül mint egy... A méret cigis doboz, csak a vastagság mondjuk két cigis doboz egybetéve. Jó.
akkor megjött a pótakkumulátor is. Legalábbis gondolom, hogy ez volt a pótaksi. És itt a baby. DJI Mavic Pro. Ezt most már óvatosan bontom ki, mert én mindennek megtartom az eredeti dobozát. Ugye sosem tudhatod, hogy eddig az összeset úgy adtam el. De én már látom, hogy ti is láthassátok. Na itt a baby. Itt a baby. Oké. Jön egyszer egy irányító, ami ennyi. Kis antenna. Antennya minden irányba. Még nem néztem különben ilyen nagyon videót erről, de valahogy így. Itt tartja a telefont. Valahol itt az aljában lesz a telefon, ugye? Igen. Nézzük bele és próbálhatjuk. Ugye valahova ide. Aha, ott van a töltőrész iPhone-nak. És ennyi, gyerekek. Így néz ki telefonnal. A középső gombhoz nehéz hozzáférni, de amúgy így jó pofa az egész. De jó ég, hát ekkora irányítom se volt még drónhoz. Valahogy így kell ennek kinéznie, így, fölfelé. Itt egy pause gomb, itt a bekapcsoló gomb. Ugye kiírja, hogy a aksi 35%-on van. Olyan, mint egy PlayStation irányító, tök jó. Igen, jön hozzá egy ilyen szokásos leírás köteg, vagy mi ez. Hát most nem tudom, hogy mennyire menjünk ebbe bele. Hát, egy ilyen kis leírás. Töltő. Ugye az akkumulátorhoz. És itt a baby. Hol a baby? Jajjaj, gyerekek. Ennyi az egész, ennyi. Nyílik. Ugye ez pedig így nyílik lefelé, ezt már tudjuk. Így. Itt a talp. Ó, tehát gyárilag jött hozzá, rajta van egy ilyen kis gimbal kameravédő. És ugye ezek a propellerek, ezek beindításkor automatikusan kinyílnak, elhelyezkednek. A másik két propeller, az kérem, az még el van valahova dugva. Az nincs rajta. És ugye itt az akkumulátor, az egy, hát tehát itt van a pótaksi, ebbe a nagyobb csomagba jött. Mert ugye én két aksival rendeltem, itt a gyári aksi, most csak így ráklik. Gimbal. Itt teszed be a kis izét, microSD kártyát. Azt hiszem, hogy úgy látom, hogy jött vele egy microSD kártya. Ja, hát 16 gigás, ugye ezzel nem repülünk túl messzire. Esetleg 720-ban. Nézzük, hol van még itt propeller. Hiányolom a propellert. Mindegy, ezt ide leteszem. Hiányolom a propellereket. Hol vannak még? Itt vannak a jó rendben. Belerejtették az aljába. Két kis propeller. Tehát két extra propeller jön vele. DJI Mavic Pro. Most ezt ugye még gyakorolni kell, ezt az összehajtást. Ez lefelé jön. Ez becsukódik. Gyerekek. Mavic Pro.
Ugye az első lépés mindig, amikor megkaptok egy ilyet, teljesen feltölteni, update-elni, utána kivinni és kint csinálni egy kompassz kalibrálást. A következő részben egy teszt repülést fogtok látni. Sziasztok!